Ez a híradó 8 órakor az M1-en. Jó reggelt kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Főtáblára jutott a Ferencváros a labdarúgó bajnokok ligájában. Az FTC 25 év után jutott ismét be Európa legjobb csapatai közé. A norvég Molde ellen 0-0-ra végződő visszavágóról a sporthírekben bővebben is szó lesz majd. Ma fejezik be az érintésmentes lázmérők kiszállítását az iskoláknak, amelyekkel a diákok és a dolgozók testhőmérsékletét mérhetik holnaptól. A tiszti főorvos azt mondta, 37,8 az a határérték, ami fölött a diák nem léphet be az iskolába, ahol nagyon sok a tanuló oda hőkamerákat telepítenek. Siófokon például van olyan iskola, ahol az alsósok és a felsősök külön kapun érkeznek. Debrecenbe is megérkeztek a lázmérők, ott a reggeli mérést nem csak az iskolai dolgozók, hanem az idősebb diákok is végezhetik. Figyelembe vettük azt, hogy melyik intézménynek hány bejárata van, és mindenhol minimum 2 hőmérő van bejáratonként, pontosan azért, hogy meg tudjuk gyorsítani azt, hogy a gyermekek, illetve a felnőttek beléptetése folyamatos és zökkenőmentes legyen. Kedden 851 új fertőzöttet regisztráltak, és 8-an haltak meg a koronavírussal összefüggésben. Az elmúlt napok eredményeiről az országos tiszti főorvos azt mondta, jelentősen változott a járvány dinamikája, ami kedvező jelenség. Müller Cecília most is hangsúlyozta, hogy fontos betartani a járványügyi óvintézkedéseket. Egy pozitív személy jellemzően a mai időszakban, ezen a héten, tulajdonképpen a napokban egy főnek tudja továbbadni a pozitivitást, a megbetegedést. Ez azt jelenti, hogy így módon egy kicsit lassulni látszik az emelkedés. Az nem csoda, hogy az ellenzék kritikákat fogalmaz meg a parlamenti üléseken, az azonban joggal lenne elvárható, hogy támogassák a védekezést szolgáló intézkedéseket. Erről beszélt a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára az M1-en. Dömötör Csaba azt mondta, tavasszal arra hivatkoztak, hogy nem értenek egyet a rendkívüli jogrenddel, most azonban nincs rendkívüli jogrend, mégsem vesznek részt az összefogásban. Sajnálom azt, hogy azt a típusú félrevezető tevékenységet, amelyet tavasszal megkezdtek, például azt mondták, hogy külföldön nem fog működni a parlament, azt most is folytatják. Azt állítják, hogy a tesztek túlnyomó többségért fizetni kell, azt is állítják, hogy a világon mindenhol átálltak tömeges ingyenes tesztelésre, miközben a legtöbb országban olyan eljárással működnek, mint nálunk. Tehát sajnos változatlanul azt látom, hogy pártpolitikai megfontolások miatt nem vesznek részt az összefogásban, pedig lehetőségük lenne rá sok. Erőszakosan fellépő hatásértőket állítottak elő a rendőrök Röszkénél, írja a polisz.hu. Éjszaka mintegy 40 migráns gyűlt össze a határ szárboldalán, akik létrák segítségével megpróbáltak felmászni a határkerítésre és bejutni Magyarország területére. A rendőröket kövekkel dobálták meg, a határszakaszt figyelő kamerában és 2 szolgálati autóban is kár keletkezett. A rendőrök a határátlépési kísérleteket megakadályozták és 3 határsértőt előállítottak, akik szíriai állampolgárnak vallották magukat. Hivatalos személy elleni erőszak miatt büntetőeljárás indul az ügyben. Nem először történik ilyen a határon, hogy a migránsok erőszakot alkalmaznak. Erről már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György hangsúlyozta, aki menekülté nyilvánítást szeretne elérni egy adott országban, az semmiképpen sem erőszakos módon követi el a határátlépést. Sőt, a menekültügyi jogszabályok kifejezetten együttműködési kötelezettséget írnak elő a hatóságokkal, itt ennek nyomát sem lehetett látni. Ismételten nyomatékosan látható, hogy milyen fontos, hogy az a jogrend, amelyik a tiltott határátlépések megakadályozására irányul, ez jelenleg is hatályban van, és a határozott határőrzeti fellépés lehetővé teszi a rendőri és katonai erők számára. Magyarországnak működnie kell a diplomáciának és a külkapcsolatoknak is. Erről a miniszterelnök beszélt, miután tárgyalt a kirgiz elnökkel. Orbán Viktor a külkapcsolatokról szólva azt mondta, ide is érkeznek vendégek, és ahogy fogalmazott, mi is látogatunk számunkra fontos országokba. A kormányfő emlékeztetett rá, hogy Magyarország a járvány első szakaszában gyakorlatilag megállította az életet, a második hullámban azonban más a védekezés. A mostani védekezésnek a vezérfonala az, hogy az országnak, Magyarországnak működnie kell.
Ez azt jelenti, hogy működnie kell a diplomáciának is, és működnie kell a külkapcsolatainknak is, azokat sem hanyagolhatjuk el. Vera Jourová megsértette Magyarországot, távoznia kell pozíciójából. Ezt írta a miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, miután a bizottság alelnöke beteg demokráciának nevezte Magyarországot, és azzal sértegette az Európai Unió magyar polgárait, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy önálló véleményt alkossanak. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezek a kijelentések sértőek Magyarországra és a magyar emberekre nézve is. Kovács Zoltán államtitkár megerősítette, a kormány azt várja, hogy Vera Jourová mondjon le. Jourová asszony kijelentései alkalmatlanná teszik arra, hogy biztosként tevékenykedjen. Azt hiszem, hogy a miniszterelnök úr ehhez mérten is kemény levele egyértelműen teszi azt, hogy mit várunk tőle, azaz a lemondását. Több szempontból is történelmi Sós Zoltán győzelme. 20 év után először van magyar polgármestere Marosvásárhelynek, mondta a Fidesz országgyűlési képviselője az M1-en. Zsigmond Barna Pál szerint ez a győzelem magyar katarzis és román-magyar egymásra találás. Hozzátette, Sós Zoltán egy olyan román polgármester után kerül a városvezetői székbe, aki tönkretette a várost. Ez egy magyar győzelem, Sós Zoltán személyében magyar polgármester került egy román polgármester helyett, de egy román győzelem is, hiszen románok is szavaztak szép számban Sós Zoltánra. Sikerült túllépni azon az etnikai korláton, amely beszorította Marosvásárhelyt, és a régiót is egy picit az elmúlt 20 esztendőben. Tehát mindenképpen ezt a két szempontot ki kell emelni, egy magyar katarzis és egy román-magyar egymásra találás. Az Ohio-i Clevelandben megtartották az amerikai elnökválasztás előtti első tévévitát. Donald Trump amerikai elnök és demokrata kihívója Joe Biden heves szócsatát folytatott többek között a koronavírus járványról. Míg Biden megkérdőjelezte Trumpnak a járvány kezelésével kapcsolatos döntéseit, emlékeztetve arra, hogy már több mint 200 000 amerikai meghalt, Trump szerint nagyszerű munkát végeztek, amelyre, mint mondta, Biden nem lett volna képes. A járvány miatt a vetétársak betartották a távolságtartás szabályait, és nem fogtak kezet, amikor beléptek a Fox News stúdiójába. Trianon kis lexikon A-tól Z-ig címmel jelent meg Molnár Zsolt kötete, amelynek célja, hogy segítsen eligazodni az 1920-hoz vezető események és a hatásukra kialakult jelenségek útvesztőjében. Szilágyi Péter miniszteri biztos a könyvbemutatón elmondta, hogy a kiadványa a trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulója alkalmából a nemzeti összetartozás évében jelent meg. A kötet, amelyben több mint 800 címszó található, elsősorban iskolásoknak készül. Akár még felsőfokú oktatási intézményben is lehet használni. Én azt gondolom, hogy hiányfortó munkáról van szó, hiszen nagyon fontos az a hazafias oktatásban, a nemzeti szellemi oktatásban, hogy minden fiatal tisztában legyen a múlttal, minden fiatal tisztában legyen azzal, hogy mi történt a nemzettel az első világháború végén 1920-ban, milyen veszteségeket szenvedtünk el mind területi, mind népesség számban, mind pedig gazdasági értelemben. Megnyílt a Békés Csabai Munkácsi Múzeum új állandó tárlata. A kiállítás a művész munkásságába és életébe ad bepillantást. 19 eredeti alkotás látható, amelyek összértéke megközelíti az 5 milliárd forintot. A megnyitón Fekete Péter úgy fogalmazott, Békés Csabán él a munkácsi kultusz. A város lakói magukénak érzik a művészt és munkásságát. Kisorsolták a nemzeti vágtaelő futamainak beosztását, a járvány miatt online. 72 település lovasa lehet ott a döntőben, és ezúttal is lesz Kishuszárvágta, nemzetközi futam és sokféle bemutató. A versenyt október 10-én és 11-én rendezik meg Budapesten a Hősök terén, ezúttal nézők nélkül. Senki sem marad le azonban az eseményről, a Duna ugyanis élőben közvetíti a nemzeti vágtát.